Hello mindenkinek! Rezsek vagyok, és most folytassuk a Skyrim végigjátszását. És amúgy... amint láttatok az előző videómban, sajnos kénytelen voltam ismét Camtasia stúdióval renderelni. Úgyhogy, hát először is szeretnék bocsánatot kérni, mert én már nagyon beleéltem magam arra, hogy Sony Vegas Pro 11-el fogok. Azonban... nem találok olyan... fájlával a konvertálást, ami megérné. Tehát úgyhogy körülbelül annyi idő legyen a render, mint Camtasia Studio 7-nél, de jobb minőség, meg mondjuk azért legyen kisebb a maga a videófájl. Nem is tudom, most mondjuk egy olyan 2-3 gigánál azért legyen kevesebb, mert az felművészkedni ilyen weboldalakra, meg most így hát mondjuk most weboldalat. YouTube-ot értem. Tehát ilyen helyekre felügyeskedni azért nem olyan egyszerű. Na, hát igazából tényleg az volt a legviccesebb, hogy 10 giga volt maga a fájl, amit Fraps-szal felvettem. És ebből a 10 gigából csinált egy 70 gigás videófájlt a Sony. Körülbelül 2,5 óra alatt. Szóval én itt kicsit kiakadtam, és még utána is kísérleteztem, de a rossz minőségnél viszont meg... Nekem mi a baja? Na mindegy, szóval a... Hogyha meg rosszabb minőséget választottam, akkor egyszerűen összemoslódik a kép, de mint az állat. Tehát egyszerűen... szétesik képkockákra. Muzutki. Research log. Mi az a logos hülyeség? Szóval egyelőre kénytelen leszek maradni a... csodálatos... Camtasia Studio 7-nél, és egyébként várom a kommenteket a Sony Vegas Pro 11-el kapcsolatban. Hát, hogyha esetleg egy ember nézőm tudja esetleg, hogy a francba, és így hát milyen file formátumban kéne renderelnem a videót, mert most egyébként azt is megcsinálhatnám, hogy maga a Fraps file-t, amit már fölvettem, azt rakom föl, de akkor nem lesz intro. Áó! Lídia! Köszi, hogy ráálltál arra a kőre. Nem, semmi érdekes. Ó, bakker! Stopper! akkor azt mondja, szépen lassan ugye indít stoppert. Mondom, indít. Akkor nézzük. Ez mi? Mindegy. Igen, ezekről az ellenségekről beszéltem. Baromi irritálóak. Azaz, gyere még te is, nem? Elugrik! Azért, szálljál be szépen a sarokba, mint a zombik. Na, lesznek ennél jóval nehezebb ellenségek is. Úgyhogy vigyázzatok magatokra. Magicka potion. Erre lehet ülni. Amúgy elég komfortos egy hely. De valahogy olyan érdekes. Már itt is van a következő kis pókica. Tudatosan még így is sikerül mellélőni. Rossz pók. Sajnos nem mondhatom neki, hogy kutya, ugyanis ez egy pók. Azért potionokat nem árt így összedegetni. Mi a rohadás? Ez mikor került ide? Ez a beszéd, Lydia. Hát mindegy. Jép. Pont erre számítottam. Még több pókica. De ha... Úgy tűnik 3 lövet kell ezeknek. Mármint ilyen 3 lövet. Tűzlabda az nem tudom, hogy mennyi kéne neki, vagy hogy tűznyíl. Ez mi? Bent Wemmer Scrap Metal. Gold. Pretty Soul Gem. Silver Sapphire Necklace. Az már ér valamit! Hide Bracers. Hát ezek már nagyon semmit nem érnek. Lydia, örülök, hogy ilyen gyönyörűen lemaradtál. Hussz, inkább átugrok. Hát, ha megint... valami érdekes dologgal találom magamat szembe.
Na, hogy vigyázzatok, mert rengeteg csapda van. Már itt a legelején. Sehol semmi. Vagy mégis. Csak egy. Hajrá, Lydia! Jé! Király volt. Na, Már nincs, mik lesznek. Ja, már tudom is. Miért tettem fel ezt a kérdést? Eléggé érdekes ellenfelekkel fogjuk minket szembe találni, ugyanis ezek a Chaurusok, nem tudom, hogy mik, de elég erős ellenfelek. Majd itt közel harcra elég erősek. Chaurus Chitin. Bár tudnám, mire jó? Nem tudom ki. És ez? El se tudom, hogy ki. Stamina Potion. Lantern. Hát igazából itt még van egy ágy, ha esetleg aludni akartak, akkor használjátok ki. Én nem fogom. Gyép Potion. Nagyon itt tűnik, ha nincs, de itt lesz még egy halom ilyen Chaurus, vagy mi a rohadás ez. Chaurus. Nem tudom, minek kéne ejteni. És most szépen beomlott mögöttem amúgy. Ó, itt van még egy. Mielőtt még megüt, gyorsan egy pár potion-t megiszok. Hol vannak a potion-jém? Na jó van. Jó van, nem halt meg Lydia. Amúgy sejtettem, hogy le fog omlani. Akkor level up. Természetesen magicka. Mert az nekem kell. Akkor nézzük. Impactra még nem tudok nyomni, már csak 38-as. Viszont a Frostra arra nyomok, mert most majd ez, ennek a küldetésnek a során fogunk megtörni egy Frost varázslatot is. Lydia. Örülök, hogy túlélte. És komolyan! Hát egy rohadt kő így neki esik Lydiának, erre mit csinál? Ázik egyet és összeesik. Sőt, szinte csak neki ment annak a kőnek. Komolyan, amikor reggelente berúgok az ágynak a sarkából, hogy mit tudom, és én is essek össze, mint Lydia? Nem, én férfi vagyok. Na jó. Ez akkor is túlzás. Nem kicsit. Akkor... Pontosan itt egy új ellenfél. Ami nem egyszerű. Jaj.